Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják a tartalomból. Teszed! Önkéntesek a tisztább Tapolcáért. Új képek a templomban. A régi szószék új élete. Kiállítás megnyitó. Közös tárlat, leköszönő vezető a tapolcai amatőr képzőművészeknél. Ikarus találkozó. Öreg járművek és rajongóik Tapolcán. Pletykafészek. Három teltház és nagy siker a tamási színjátszóitól. Olimpia. Molnár Ferenc klasszikusa a Fehérház színpadán is hódított a Bacsányi színjátszókkal. Zalahalápi értékek kiállító helye. Minden egy helyen, ami közelmúltbeli életünk része. Kedves nézőink, kérem hallgassák meg rövid felhívásunkat. Tisztelt lakók, tisztelt gépjármű tulajdonosok, a kivitelező tájékoztatása szerint az Egri József utca felújított részén az aszfaltozási munkák elvégzése 2022. május 18-19-én lesz. Kérjük, hogy az utat 2022. május 18-án reggel 8 órától, 2022. május 20-án reggel 8 óráig ne használják. Parkolási lehetőségként kérjük használják a Halápi úti körforgalom melletti zöld területet. Együttműködésüket köszöni Tapolca város önkormányzata. Teszed! Önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióhoz ismét csatlakozott Tapolca városa. Önkéntesek segítségével tisztították meg a Veszprémi út környékét. A helyi civilekből álló csapat május 5-én a bevásárló központok mögötti területet és a kerékpár utat vette célba, és gyűjtött össze jó pár zsáknyi hulladékot. Tapolca mindig is éle jár az ilyen közösségi kezdeményezésekben. Nagyon örülök neki, hogy minden hívószavunkra mozdul a város. Lehet látni, hogy most is a nőklubnak hála, illetve a város aprajának, nagyjának hála van jelentkező erre a munkára. És hát a Veszprémből bevezető útról van szó, a Tesco áruház háta mögötti részről, illetve másik út, ami Gyulakeszi felé vezet. Tehát ebben a tölcsérben kezdtünk el dolgozni. Nagyon sok műanyag zacskót hordott szét a szél, és valószínűleg a kereskedelmi tevékenységből származó maradványokat, maradékokat. Ennek a nagy részét megpróbáljuk most összedni, hiszen aki a városunkba látogat, vagy a Balatonpart felől érkezik, vagy Veszprém felől érkezik, ez a látvány fogadt eddig. Ezen a látványon próbálunk javítani, vagy esetleg a kellemetlenségeket megszüntetni. Voltak standard fertőzött területei a városnak korábban, meg városon kívüli, de közvetlen Tapolca melletti területek is. Ezekkel most mi a helyzet? Javult az utóbbi időben, vagy hát most ugyanazokat a helyzeteket találhatjuk, mint pár évvel ezelőtt? Rövid leszek, egyáltalán nem javult. Továbbra is küzdünk azzal a jelenséggel, társadalmi problémával, ami Tapolcán is erősen mutatja magát, hogy akik életvitelszerűen a használati kereskedésből élnek, azok nagyságrendileg az árok parton hagyják azokat az eladhatatlan holmikat, amiket a piacon nem tudnak értékesíteni, de ami még szomorúbb ennél, nagyon sok esetben kommunális hulladékot találunk, bezsákolva, becsomagolva, bízom benne, hogy akár rendőrségi, akár más hatósági jogkörben intézkedve, előbb-utóbb most már ezzel össztársadalomlag egész ország szintjén kezdünk valamit. Nagyon, nagyon visszataszító jelenség, nem beszélve arról, hogy mibe kerül forintálisan ez önkormányzatoknak, illetve a magyar államnak ennek a megszüntetése vagy felszámolása. Korábban a szabályszegőkkel szemben próbáltak kamerák elhelyezésével is védekezni, hozott ez bármilyen eredményt? Igen, van most már olyan szabályszegünk, szabálysértőnk, akivel szemben a kamera felvétel alapján tudunk intézkedni, és bízom benne, hogy még lesz is. Egyébként most is fogunk, még idén is fogunk még körülbelül 15 kamerát városszerte kihelyezni, de hát sokkal olcsóbb lenne, hogyha mindenki kicsivel tudatosabban élne az életét. Lehetőség van a szelektív hulladék elhelyezésre ingyen, lehetőség van arra, hogy hulladék udvarban, aki gondolja, az lerakja a dolgait, a hulladékát,
és természetesen arra is lehetőség van, hogy valaki nem 120 liter hulladékszállításra fizessen elő az NHS-nél, hanem mondjuk 240 liter hulladékszállításra fizessen elő. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb a tapolcai közösség, meg a magyar társadalom is felnő arra a szintre, ahol megértjük, hogy minden elszórt, eldobált szemét az egyrészt minket minősít, ráadásul az árát is nekünk kell megfizetni. Amit ilyen dolgokra költünk, azt nem tudjuk elkölteni orvosi rendelőépítésre, nem tudjuk elkölteni szociális juttatásokra. Értékes, régi szentképek újultak meg a Nagyboldogasszony római katolikus templomban az elmúlt hetekben. A további terveket ismertetve elhangzott, hogy a helyi közösség részére a jövőben egy közösségi tér jön létre a plébánia területén, tudtuk meg Csonka Nándor esperes plébánostól. Régi, szép értékeinket próbáltuk megőrizni. Főegyházmegyének van egy nagyon szép gondolata erre az évre, őseink hite, a jövő reménye. Én azt gondolom, őseink hallatlan értékeket hagytak ránk itt a templomban is. Ugye valamikor még a régi tapolcaiak tudják, hogy gyönyörű szószék díszítette, illetve ékesítette a templomunkat. Hát a II. Vatikáni zsinat liturgikus átalakítása miatt én azt gondolom, akkor került lebontásra. Néhány elemét megtaláltuk, és hát ennek nagyon örültünk, és mindjárt kerestünk egy restaurátort, hogy ezeket próbáljuk meg megmenteni, ezt az értéket aztán majd később megmutatni. Hát örömmel tudom én is jelezni, hogy nagy csütörtökre elkészültek ezek a domborművek, Pák András szobrászművész restaurátornak a munkája volt ez, és az oldalkápolnába helyeztük el ezt a 4 evangélista domborművét. Gyönyörűek lettek, én azt gondolom, akik ezt látták, ezt bizonyíthatják. És érdekessége ugye az evangélistákat díszíti, illetve egy attribútum, egy szimbólum is ott van, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy melyik evangélista kit is takar. Ezekkel proféta nagy látomásából születtek, én azt gondolom, ezek az attribútumok, ezek a szimbólumok, a 4 élőlénynek a hatalmas víziójából. És ugye Lukácsnál lehet látni, Lukács evangélistánál a bika szimbólumot, Jánosnál, Szent Jánosnál a sast, gyönyörű a kép egyébként, ez a szimbólum, hiszen a sas az, ami a legmagasabbra tud repülni, szinte a napig fel tud érni, és az ő evangéliuma valóban ilyen is, hogy felülről nézi, mert a megdicsőlt Krisztusból szemléli, abból az örömből az egész Jézusi történetet, eseményt, a megváltás történetét. Aztán Máté evangélistának az angyal jelképe van, és marad a Márk, és neki az oroszlán. Úgyhogy így föl lehet ismerni majd az evangélistákat. Mi a következő a tervek, hosszú tervek listáján a megvalósításra váró? Igen, ezek talán nem is ilyen bakancs listák, sokkal hosszabbak lehetnek itt a tervek. Igazából kis lépésekkel tudunk haladni, erről már talán többször is említettem. A szívügyem, hogy tudjunk a egyház közösségünknek egy közösségi teret létrehozni. Gyakran az épületeinket, amik a mieink, ezeket járom körbe, hogy mit tudunk ebből kihozni, költséghatékonyan és egyáltalán, hogy egy funkciót tudjunk hozzárendelni. Épületünk az Plébánia udvarán, van egy napraforgós épületünk, talán ezt mindannyian ismerjük. Ez valamikor is egy közösségi, ifjúsági házként működött. Ezt szeretnénk felújítani, és itt a felújítást igazából minimalizáljuk, hogy valóban egy élhető, de egy viszonylag egy költséghatékony teret létrehozni. Ezt szeretnénk. Érsekségtől már meg is kaptunk erre egy viszonylag kisebb összeget saját forrásból, és nem bízok benne, hogy az önkormányzat polgármesteri hivatalból is fogunk tudni kapni ehhez egy kis támogatást. Hivatalosan is bejelentette visszavonulását és átadta a stafétát Tihanyiné Bálint Zsuzsanna, a tapolcai amatőr képzőművészkör művészeti vezetője. A csoport nagy érdeklődés mellett lezajlott közös kiállításának megnyitóján a leköszönő körvezető megható gondolatokkal búcsúzott. A város nevében Dobó Zoltán polgármester méltatta a helyi amatőr képzőművészek visszavonuló mesterét, akinek helyét Sobonyiné Varga Anikó és Sütő Német Hajnalka a kettőse vette át, megosztva a művészeti vezetés és a szervezés feladatait.
Barcáné Tóth Boglárka intézményvezető köszöntötte a kör éves tárlatára érkezett szép számú közönséget. Ez a köszöntő azonban nem a szokványos felvezető volt a kiállítás megnyitása előtt. A búcsú hangjai is elhangzottak ugyanis. Hiszen Tihanyiné Bálint Zsuzsi, aki 12 éve vezetője, aktívan szervezi, aktívan vezeti a képzőművészkört, a mai napon feladatait átadja. A mai napon vezetői minőségben utoljára nyitja meg a kis gyermekének, a kis csoportjának a kiállítását. Engedjék meg, hogy pár gondolatot megosztak önöknek Zsuzsi munkásságával kapcsolatosan. Festőtanárként Zsuzsi munkássága az Alahalápi iskolában kezdődött, ahol színes személyiségével nevelte, inspirálta a diákokat. Kiváló tehetségű gyerekek sokasága került ki a keze alól. Nagy szerepe volt abban is, hogy az Alahalápi iskola elsőként lett rajztagozatos, valamint felvette Csontvári Koszka Tihadar nevét. Zsuzsa nyugdíjba vonulás után sem búcsúzott a festéstől, a művészeti neveléstől, 2010-ben képzőművészkört alakított, és az élére állt. Hiszen Zsuzsi arszpoétikája, művészet nélkül élni lehet, de minek? Ezt sokat halljuk tőle, és bizonyíték munkássága erre, hogy így is gondolja. 2012-ben került a képzőművészkör ide az intézménybe, és azóta a Tamási Áron Művelési Központ saját művészeti csoportjaként működött. Zsuzsi egész lénye mindig fáradhatatlanul vibrált, mindig tele volt tervekkel, az Ablakaink című megyei amatőr kiállítást is ő álmodta meg. 2020-ban Tapolca közművelődésért vehetett át kitüntetést, amit a körvezetéssel, a kiállítások szervezésével, a városi kulturális életben folytatott aktív tevékenységével érdemelt ki. Én szeretném megköszönni Zsuzsinak a 10 év közös munkáját. 10 éve együtt dolgoztunk, kisebb, nagyobb feladatokat végeztünk, de azt gondolom, hogy Zsuzsi aktivitása példaértékű lehet mindenkinek. Én kívánom, Zsuzsi, hogy innentől egy másfajta nyugdíjas életed boldog legyen, egészségben gazdag, és azt kívánom, hogy sokszor látogassál meg minket, legyél részese a programjainknak, és szeretném, ha minden kiállítás megnyitod, itt köszönhetnélek téged. Tihanyiné Bálint Zsuzsa hálával és meghatottan köszönt el az általa alapított helyi képzőművészkörtől, felidézve a korábbi kiállításokat, a foglalkozások hangulatát és témáit. Ahogy Bogi már elmondta, 12 vagy 13 igazából nem is tudom, évvel ezelőtt, amikor megszerveztem ezt a kört, tényleg nagyon az alapokról indultunk. Nem is csináltunk semmi mást, csak megpróbáltunk megtanulni portrét rajzolni. Nem egyszerű dolog, mert aki, és itt jó páran vannak ebben a közönségben, akik szintén hasonlóképpen alkotó emberek, mint mi, aki valaha is foglalkozott rajzolással, festéssel, az nagyon jól tudja, hogy a portré rajzolás az minden dolognak az alapja. Vagy másképpen fogalmazva, aki portrét tud rajzolni, az mindent tud. Nem véletlen a művészeti akadémiákon, mióta léteznek egyáltalán kb. 200 év óta, a portré rajzolás, meg az aktrajzolás egy-egy héten keresztül a felvételi témája. Nos, ez volt a mi kezdeti kihívásunk is, és megküzdöttünk vele, emberesen azt mondhatom. Erről is szóltak az első kiállításaink, aztán elég hamarosan a kezdeti időszak után bevezettem a körbe a rendszeres előadásokat, amelybe óriási örömömre az utóbbi években egy-két szakkörös kollégám is bekapcsolódott. Ezek az előadások annak a tudásanyagnak a megosztásáról szóltak, amelyet 40 éves pályafutásom alatt igyekeztem összeszedni, és a lehető legnagyobb mértékben átadni barátaimnak, szakkörtársaimnak. Nagyon sokat tanultunk együtt, rengeteget elemeztünk, elmélyedtünk a különböző izmusokban, a különböző technikákban, nem véletlen bizonyítja ilyen vonatkozásban is a tudás oly sokrétűségét ez a tárlat, hiszen itt az airbrush technikától elkezdve a rajzoláson keresztül, a különböző festőtechnikákon át grafikákat nagyon sokféle mindent láthatnak. Ez is adja ennek a kiállításnak is a gazdagságát, sokszínűségét és minőségét.
Aztán bevezettük azt a szerintem nagyon jó és tisztességes szokást, hogy elkezdtünk járni egymás kiállításaira, mármint a megyében élő és alkotó és működő amatőr képzőművészeti csoportok kiállításaira, mint például az ajkai kedves barátunk Béla által vezetett csoportnak a kiállításaira is, és ők is, mint ahogy most is megtisztelnek bennünket Ajkáról a jelenlétükkel, melyet ezúton is köszönök, ők is rendszeresen megtiszteltek bennünket, és így jobban megismertük egymást. Persze aztán az ablakaink kiállítás sorozat volt az, ami igazán lehetőséget adott mindnyájunk számára, hogy a megyében élő és működő amatőr alkotókhoz közelebb kerüljünk. Tihanyiné Bálint Zsuzsa személyes ajándékokkal köszönte meg a legközelebbi barátainak, kollégáinak munkáját. Tóth B. Zsuzsanna újságíró, Barcáné Tóth Boglárka, Horváth Sándorné Éva, a kör új vezetője Somogyiné Varga Anikó, a kör új szervezője Sütő Német Hajnalka kapott ajándékot. A közönség is kapott ajándékot, méghozzá Tihanyiné Bálint Zsuzsa szeretetről szóló versét. A címe az, hogy szeretet. A szeretet teher, bilincs, csapda. Ha a másikat megköti, visszafogja. A szeretet úgy jó, ha csak úgy van. Ha nem is beszélnek róla szavakban. Ha könnyű, mint a pilleszárnya. Ha nem vár cserébe folyton mást, hiába. Mert ott van ő mindenütt, mint a lég, melyből mindig van bőven elég. Melyre gondolni se kell, mert repít és nem vonszol cipel. A szeretet meleg és átölel. Nélküle nincs semmi, csak sötétség, csak hideg, csak teher. A szeretet nyitottság, kapu, mely folyton tárva, kinyitva az egész világra, mindenki másra. Beáramolhat rajta a jó kedv, az öröm, a bánat. A kapun nincs kulcs, hogy kizárja a hibákat, mert a szeretet nem válogat, hogy csak ezt meg azt, és csak épp így akarja, a szeretet a hibákat is látja, és elfogadja. A szeretet olyan, mint a hit. Nincs feltétel. Olyan, mint szomjúzónak az víz, éhezőnek az étel. Benne csak természetesség van, és semmi kényszer. A szeretetben nincs rajtunk páncél, és nem kell fegyver. Csak tiszta szó van, tiszta szív, és őszinte álmok. Uram, add, hogy a szeretet erejével megválthassuk önnön magunkat, és megmenthessük ezt a gyönyörű, haldokló világot. A város nevében Dobó Zoltán polgármester köszönte meg a kör alapítójának több évtizedes városért végzett munkáját. Szeretném megköszönni akkor még egyszer a sok-sok munkáját, a lelkesedését, az odaadását és a szeretetét. Többször több alkalommal beszélgettünk művészetről, a városról, a helyi közösségről. Ugyan én nagyon távolinak gondolom magamtól a művészetet, pláne a festészetet. Én csak befogadni vagyok képes, alkotni nem. De mégis mindig volt, miről beszélünk, és mégis nagyon sok mindenben egyetértettünk. Én abban bízom, hogy a következő 12 évben is legalább ennyi mindenben egyet tudunk érteni. Találkozunk sokszor, hiszen sok helyen találkoztunk, és azt kívánom, hogy egészségben és aktivitásban teljen a következő sok-sok esztendő, és bízom benne, hogy még az alkotásaival és a személyiségével tovább támogatja ezt a közösséget, illetve Tapolca városát is. Még egyszer köszönöm szépen a munkáját. Gratulálok. Kollégaként, de barátként is köszöntötte a körvezetőt Papp Béla, az Ajkai Képzőművészeti Egyesület vezetője, a sok éves együttműködést és a megye amatőr alkotói érdekében végzett tevékenységet is megköszönve. Sütő György a tapolcai alkotók képviseletében köszönt el a körvezetőtől. Köszönöm.
A megható pillanatok után a közönségnek alkalma volt megnézni a tapolcai képzőművészkör ezéves tárlatát. Harmadik alkalommal adott otthont Tapolca a Nemzetközi Ikarusz találkozónak május 8-án. A közel és régmúlt magyar autóbuszgyártásának csodái és a miattuk érkező több ezer rajongó megtöltötte a várost. A nosztalgia utazásokon kívül több családi és szórakoztató programon is részt vehettek a hozzánk érkezők. A reggeli szomorú időjárás sem akadályozta meg a márka szerelmeseit abban, hogy ismét Tapolcára látogassanak, és egy napot a legendás ikaruszok között töltsenek. A meghirdetett megnyitó időpontjára még a nap is kisütött. Dobó Zoltán polgármester pedig abban reménykedett, hogy ez így is marad a továbbiakban is. Tartalmas napot tudnak együtt tölteni, hiszen látnivaló akad bőven. Én kérem önöket, hogy ne csak egyet, hanem mindegyiket nézzék meg, járják körül, és emlékezzünk azokra az időkre, amikor Magyarországon még nagyon komoly ipar élt és buszgyártás volt. Elláttuk Közép-Kelet-Európát és a úgynevezett baráti országokat busszal, sőt, talán a baráti országokon kívül másokat is elláttunk busszal. Nyugat-Európába is kerültek buszok, Amerikába és sok helyre. Remélem, hogy a buszok megcsodálása után még marad idejük arra, hogy a város szépségeivel is ismerkedjenek, nézzék meg a barlangot, nézzék meg a tavat, ebédeljenek, beszélgessenek, kávézzanak, és jöjjenek vissza hozzánk máskor is, hiszen a buszokkal együtt és a buszok nélkül is Tapolca egy vendégváró, csodálatos hely, kedves emberekkel, szép környezettel, közel a Balatonhoz. Remélem, hogy önök is érzik, hogy itt szeretik önöket, és szeretik itt a buszokat. Visszavárjuk a rendezvényt is, és visszavárjuk önöket is. Jó szórakozást kívánok mára, hajrá Tapolca! A szervezés nem kis feladatát ez alkalommal is a rendezvény megálmodója, Bordes Krisztián vállalta magára. Hát annó ugye én több mint 25-30 éve járok mindenféle Ikarusz találkozókra, illetve ugye veterános rendezvényekre, hogy miért Tapolca a páromnak, van a szülői háza Kővágőrsön, és én már régen kinéztem ezt a várost. Ugye a németeknek kedvezőbb, mint bárhol máshol, ugye Balaton közelsége, stb. Itt szeretnek is itt lenni. És a városvezetés meg nagyszerűen, vagy teljesen segítőkép kész volt velünk. Először is kitűzök egy dátumot egy évvel előtte, ezt Németországba teszem meg, akkor ugye megkezdődik az érdeklődést. Azzal kezdjük, hogy akkor közé teszünk egy honlapot, a regisztrálást, a városvezetéssel egyeztetünk a dátumot illetően, és akkor utána megkezdődnek a munkálatok, különféle engedélyek, közlekedési társaságokkal, ugye itt értesíteni kell különböző szervezeteket, tulajdonképpen elég sok saját szerveződés. Itt nincs belépés a többi rendezvénnyel szembe, és ugye szponzorokat vonunk be, és ezek fedezik a költségeinket. 70-nél is több Ikarusz érkezett a városba, parkolta tele a Kisfaludi utcát és a köztársaság teret. A 2016-ban indult, két évente megrendezett seregszemle aktív résztvevői, nem csak hazai, de külföldi Ikarusz tulajdonosok is. Tulajdonképpen megmutatjuk önöknek az Ikarusz örökséget, hogy valamikor Magyarország micsoda buszhatalom volt, ugye felvonultatunk itt olyan buszokat, amit 1960-as években építettek, és vagy a világon a legnagyobb számba gyártott Ikarusz típus, ugye a 200-as modell, és itt a bal oldalamon meg az utókornak. Villanyhajtású gépjárműről van szó, így van. Őróla sok mindent nem tudok mondani, ez még nekem annyira új. Tulajdonképpen ezt szeretnénk bemutatni. Hiába volt jelen a modern technika is a találkozón. A legnépszerűbbek, mint minden alkalommal, most is a faros modellek voltak. 1952-ben mutatták a prototípus, valamikor 56-57-ben álltak be, és egészen a 80-as éve, vagy a 70-es évek végéig üzemeltek a Volánnál, illetve ugye egyéb közhasznú társaságoknál. Németországban 89-ben kint voltam Berlinben, ott még találkoztam az Alexanderplatzén olyan farossal, ami még menetrendszerűen közlekedett. Nagyon nagy értéket képviselnek manapság ezek a buszok, vagy inkább egy eszmei értékük van? Hát van, akinek eszmei érték, de egy busz restaurálása mai árak mellett 40-50 millióval kell számolnunk, tehát egy családi házára minimum. És ugye azon túl nehéz szakembert találni rá, olyan, aki emlékezett a
bizonyos ugye gép láncokra, stb. Mégis vannak magángyűjtők is, és nyilván Volán keretein belül is újítanak fel ilyen buszokat, egészen elképesztő minőségekben. Hogyan mérik azt, hogy egy busz jól készült-e, jól rekonstruálták, vagy nem? Hát a mai nap én azt mondanám, hogy rengeteg busz túl restaurált, tulajdonképpen engem ez nem zavar, mindenki úgy költi el, és a saját szája íze szerint csinálja meg a buszt, ahogy akarja. Az, hogy hogyan sikerült, minél fényesebb, és minél kevesebb rozsdával, annál szebb egy busz. Patinát is szeretjük a buszokon. Gerlei Tamás is részt vett a rendezvényen, aki a Gördülő legendák című Ikaruszokról szóló könyv egyik szerzője. Nála jobban kevesen ismerik a világhírű magyar márka modelljeit. Közel 100 éves, vagy több mint 100 éves múlt, ami az úri cégtől kezdve az Ikaruszig tart. Számtalan típussal, a világ közel 100 országába exportált járművekkel. Gyakorlatilag pont beszélgettük az egyik gyári dolgozóval, hogy megszámlálhatatlan a változatok és a típusok száma. Mi magunk is csak a fejünket kapkodjuk, amikor előkerül egy új változatról, egy általában ismert változatról egy fénykép vagy egy adat. Miért vonz ez ekkora tömegeket? Mit gondol? Hát egyrészt a nosztalgia, mert sokunk utazott ilyen járműveken. Én magam is a Farostól, a 311-estől, 31-esre kezdtem így a gyerekkoromban, és akkor hogy fölnőttünk a 200-as családon, a modern 400-as család, 300-ason utaztunk, úgyhogy az életünk része. Sokan saját járműveikkel érkeztek. Kovács Ferenc, egy Ikarusz 481-es típus tulajdonosa is úgy gondolta, itt a helye a tapolcai rendezvényen. Ez a típus ugye összesen egy 30 darabos 0 szériába készült, és ebből a speciális reptéri kivitelből 2, jelen pillanatban nem tudunk többről, erről az egyről. Világszinten. Egyelőre igen, de sosem lehet tudni, mindig van új a nap alatt, bármikor kerülhet elő még egy a típusból. De... Amúgy ez úgy néz ki, mint egy teljesen modern mai busz, vagy nagyon sok mindenre arra emlékeztetett, megelőzhette a korát? Nem, ez már ugye az a 1990-es évek vége, amikor egyre elfogadottabb volt ugye az alacsony padlós kialakítás. Itt még ugye a gépészet hagyományos elrendezéssel. Ugye az akkori dokumentációkon ugye low entry-nek hívták, de low floor-nak hívták, ugye most az angol megnevezés, hogy az a teljesen alacsony padló, ugye ez low entry, ugye, mert csak az ajtóknál van alacsony padló, arra fölfele ugye emelkedik a padlószint. Mert a nyugati típusokat, ha figyeljük, nagyon fej mellett, vagy volt, mikor előttük is járt a gyár fejlesztés szintjén, mert itt nem volt soha olyan, hogy nem. Ha jött bármilyen igény, azt valamilyen szinten megvalósították. Mint például ez az autóbusz is, amikor jött egy olyan reptéri kialakítás, hogy mind a két oldalt legyen rajta utasajtó, mert ugye a reptéri igények szerint ugye a reptéren tilos tolatni. Így jött az, hogy ugye mindig bármelyik oldalról odáll a repülőgéphez, az autóbuszba be kell tudni szállni. Aki szerette volna, természetesen ki is próbálhatta az autóbuszokat egy-egy multidéző úton, így aztán Tapolcán, a nap folyamán igencsak megnövekedett az alkalmi helyi járatforgalom. A program kétségtelenül leglátványosabb része a 30 km hosszú, egy órás felvonulás volt a festői szépségű Káli-medencében. A rendezvény területén egész nap kiterepült étterem üzemelt, ahol az éhes és szomjas rajongók mindent megtalálhattak, ami a street food fogalmába belefért. A több ezer látogató közül sokan érkeztek Budapestről nosztalgia külön vonattal, így kiterjesztve a retro érzést egy kis vonatozással is. A napot zenés est zárta sokak örömére és a legendás magyar autóbusz márka tiszteletére. Neil Simon világhírű komédiáját, a Pletyka fészket vitte színre a Tamási Áron Művelődési Központ amatőr színjátszó klubja Antalóczi Zoltán rendezésében. Három teltházas esten zúgott a megérdemelt vastapsa lelkes társulatnak. Nézzünk meg egy részletet a darabból. Milyen meglepetés, én azt hittem, hogy az ő ötletük volt. Na jó, figyeljetek ide, majd én egyedül. Megfőzök mindent. Na. Hát aztán Ördi meg majd
Felszolgálják. Hát ez szívecském. Hát senki sem várja tőled ezt az áldozatot. Hát nehogy ne, hát hogy csinálja ezt? Igen, hogy csinálja? Csinálja? Hát csinálja. Hát miért ne, hát imádkozni? Ő szeretné, hát én nem fogom lebeszélni. Sőt, tőlem utána még el is, ha el is akar mosogatni tőlem, most mosogasson. Én is szeretem. Mosogasson. Na jól van, akkor ezt megbeszéltük. Gyatok nekem 3/4 órát, és esküszöm, ez az életetek legjobb vacsora. Nagyszerű. Amin valaha is részt vettetek. Te jó Isten! Anya! Mi van? Mi történt? Nem tudom. Nyugodj! Semmi vész, jó? Semmi vész. Minden! Minden rendben! Szabad szörni! Szia, Kugi! Kriszt drágám! Picit fel tudnál jönni úgy! Gyorsan! Elnézést kérek, bocsánat, de hát nem hagyják az embert egy percet a békén. Mi az ördög volt ez? Most én őrültem meg, vagy ez tényleg egy lövés volt? Lövés? Ugyan már, Jani, ne viccelj már, hogy lett volna ez lövés? Hogy lett volna ez lövés? Autónak a... Kipufogolja, durán tegy nagyot aztán. Charlie szobája. Hát azért szerintem ez egy lövés volt, hát Öri, nem kellene, hogy megnézzed. De! Hova akarsz te most még fölmenni oda már? Hát fönn van már Ken, fönn van már Chris, fönn van már Charlie, fönn van már Julia, ugye lassan többen lesznek ott fönn, mint itt. Na jó, azért egy lövésre mégiscsak oda kell figyelni. Öri, megy és nézd meg. Claire, miért nem szóltál már megint rám, hogy kiment a fejemből? Na, köszönöm szépen. Léggömb. Légy. Persze. Igen, léggömb. Hát ezek már délelőtt óta fújogatszak mindenféle lufikat, de díszítik a buri helyszínt. Ennyi. Az egyik léggömb eldurrant. Hát nem kell ebből nagy ügyet csinálni. Így. Hát a hangjából ítélve, hát nem lufi volt, hanem legalább egy Zeppelin. Én inkább mégis fölvegyek. Örni, ezt viszont. Akkor mi hogy lesz kész a vacsora, ha? Ezt nem tehetjük meg Charlie-val, meg Julia-val, hanem mióta fönn vannak. A végén még éhen halnak. Szépet így csak csináljatok, Örn. Csinálnál nekem meg egy fröccsöt esetleg. Claire, drágám, te is te magad hasznossá. Tegyél föl mondjuk egy kis zenét, jó? Oké. Én meg. Jó, rendben. Fölmetek akkor, és akkor már én megnézem, hogy mi újság Charlie-val, meg Júliával, többiekkel, ha esetleg a doktor Hugo telefonán, azért szóljatok meg. Molnár Ferenc Olimpia című vígjátékát vitte színre, telt ház előtt szombaton, este az N. Horváth Erzsébet vezette Bacsányi színjátszókör. Korhű jelmezekben és páratlan műgonddal felépített díszletek között szórakoztatták a tapolcai publikumot az amatőr társulat tagjai, akik játékukkal joggal nyerték el a közönség Tapsban kifejezett tetszését és elismerését. A darab május 30-án ismét megtekinthető a Tamási Áron Művelődési Központban. A rendező N. Horváth Erzsébet, nézzünk meg egy részletet a darabból. Kérlek! Mit parancsolsz, kérlek? Rémesen idegesé teszel ebben a sok integetéssel és különböző titkos jelekkel. Mit óhajtasz? Beszélni akarok veled. Hát kérlek, itt ülök, hallgatlak. Olyan kellemetlen neked az, ha én beszélni akarok veled? Hát ha fontos és sürgős az, amit mondani akarok. Ez ugyan nem valószínű, édes Linám, de kérlek, itt ülök, halljuk. Te nem csak rokonunk, hanem a császár őfelsége fő istálló mestere is vagy. Úgy van. Te szívvel lélekkel ragaszkodol a császár családjához, és annak minden érdekéhez. Nem is lehet jobban. Tovább. Ma őfelsége születésnapja van. És még ezen az osztrák fürdőhelyen is minden a felséges császár dicsőségét zengi. Csodálatosan mély monarisztikus hangulat van. A néphimnuszt játsszák. Én sírtam. Reggel dölögtek az ágyon. Dölögtek, sírtál, tovább. A hangnem ellen, amelyet velem szemben használsz, már nem tiltakozom. Ez már tradíció a mi családunkban. Linával mindenki így beszél. A tárgyat érek, kedves kuzin. Ez az az óra, amikor komolyan meg kell neked mondanom, hogy bátyád sógora kuzinjének elsőszülött leánya ellen kifogásom van.
Minek ez a hosszú bevezető? Ülj le! Ez az én jogcímem a beavatkozásra. Fájdalom, de ilyen hosszú. Ülj le, hallgass meg! Olimpia hercegnő nem becsüli meg magát. De Lina! Ez erős szó, belátom. De szándékosan használom. Te tudod, milyen szigorú ilyen dolgokban a császár ő felsége. Azt a rettenetes szót magyarázd meg, hogy nem becsüli meg magát. Ezt indokolni tartozol. Tudom. Íme az indoklás. Olimpia hercegnő a trónörökösné első udvarhölgye. Egy közönséges huszárkapitány a flörtől, egy osztrák fürdőhelyen, és a földön mozdul meg alattuk. Én látom a hallgatásodat, bár füstfelhőbe burkolod. Nem, nem, te hallgattál. Úgy látszik, nem alaptalan a vád. Egy kapitánnyal. Mit Herr Rittmeister Kovács von Kaiserlich und Königlich, nem tudom melyik huszárregimentől. Herr Kovács. Még csak nem is von Kovács. Összesen két hete, hogy itt vannak. Két hete ismerik. Ez sok, ameddig ő elment. Pedig milyen óvatos anyja van. És az ez tűri. És az apja egy herceg. Plata Ettingen lovassági tábornok, ő felsége, hadsegédje. És a lánya ezt meri. Mit szólna Fülöp, ha ezt tudná? Ő, aki úgy szólván oroszlánként küzdött, mire lányát erre a polcra emelte. Most mit felelsz? Ezen a polcon te szerettél volna ülni. Szöllősi Máté festőművész, egykori zalhalápi iskolaigazgató és Szakonyi Sándor fafaragó állandó kiállításával szombaton kora délután megnyitott a kistérség talán leghangulatosabb kiállítóhelye, a zalhalápi értéktár. Az esemény fényét emeli, hogy a településen hosszú évtizedekig kihasználatlan Petőfi Sándor utcai hajdani Bogyai kiskastély épületét több év alatt saját forrásokból újította fel részlegesen a helyi önkormányzat, hogy egy gazdag elsősorban helyi gyűjtésen alapuló tárlatnak adjon otthont. A szalag ünnepélyes átvágása előtt köszöntőt mondott az értéktár megálmodója és tevékeny szolgálmazója, Bedő Lajos zalahalápi polgármester. Komoly felújítási munkákat hajtottak végre az épületen, amely a kert rendezésével folytatódik a közeljövőben, tudtuk meg. Hát a hozzáadott értéktől válik mindig valami értékessé. Tehát a helyek, a környékbeliek gyűjteménye, a közalakodása, amik összeadták ezt a gyűjteményt, a helyi értékeinkre, a fafaragónkra, Szakonyi Sándorra támaszkodva, illetve Szöllősi Máténak a kiállítási anyagára támaszkodva épült föl ez a gyűjtemény, ami valahol a saját kis gyerekkorunk, fiatalkorunk, illetve jelenkorunk egy részének a lenyomata, amit úgy szépen összeraktunk a környékbeli adakozásokból, hagyatékokból és egyéb dolgokból. Most ez azért jó, mert úgy mindenki magáinak érezheti ezt az egészet, a saját tárgyaikat is visszalátják az emberek, a nagyszülei, a szülei használati és egyéb tárgyait, butorzatát, a nagymamánál töltött nyaraknak az emlékét is felidézheti. Főleg amiatt tartottam ezt fontosnak, hogy az utolsó pillanatokban vagyunk szerintem ennek a gyűjtésnek az idejében, mert a mai fiatalok nem megbántva senkit ezzel, természetesen már ezeket a butorokat, ezeket a használati tárgyakat nem tartják értéknek. Mi még igen, mi megértünk lassan a nosztalgiára, a retro szeretetére, a múltunk tiszteletére, és ezért is alakítottuk ki ezt a gyűjteményt, ami reményeim szerint a közeljövőben sokkal értékesebb lesz az idő múltával, mint ami ennek most látszik. Sokan esetleg nem tudják, hogy ez az épület, ahol most állunk, ez mikor újítódott fel, vagy egyáltalán felújítódott-e? Hát, mivel minden folyamat elején, végén és közepén tarthat, ez a közepén tart, de a belső épület részeket sikerült annyira egy bontási folyamatnak a következményeként, mert ugye az óvoda volt valamikor, és az óvodához kialakított tereket kellett visszabontani az eredeti állapotnak megfelelően. Hát még van bőven teendő, pályázati pénz nélkül ezt úgy gondolom, hogy nem tudjuk már befejezni, kb. 50 millió forintot költött rá az önkormányzat, mert fontosnak érezte ezt a tevékenységet, illetve ezt az épületet, ami a templom mellett a másik műemlék épület a településen, az 1700-as évek végén épült, nagyon sok szép emlék kötődik a településhez, sokan ide jártak óvodába, és úgy gondoltuk, hogy ez nem lehet magánkézbe és nem kallódhat el.
Elég rossz állapotban volt a víz, villanyt, mindent újra kellett építeni, a belső burkolatoktól kezdve a tetőt főleg, mert nagyon sok helyen beázott, tönkrement, és hát azzal a résszel killottunk a legtöbbet, azzal kezdtük, de van még bőven teendő. A nyilászárokat kellene még rendezni, a külső járdát, a parkosításra most kértünk fel egy kertépítőmérnököt, aki terveit most készíti el, és akkor a parkot is valahogy a kastélyhoz illően meg tudjuk valósítani. Tehát komoly múltja van az épületnek, és azt szeretné a falu, hogy egy komoly jövője is legyen. Hát a jelenje mellett, mert azon dolgoztunk, hogy jelenje is legyen. Hát a jövője meg úgy néz ki, hogy ez a helyi gyűjteményes, több lábon álló, állandó kiállításos, turizmusra építő elgondolás lesz. Aztán a nagytermet meghagytuk közösségi térnek, illetve időszakos kiállítások helyszínének, tehát nem állunk le, folyamatosan újítjuk meg a választékot, illetve bemutatni való tárgyakat. Már több ötlet elhangzott, hogy mivel lehetne színesíteni. Egy pályázatnak a részeként egy ilyen vulkáni bemutató asztal is lesz a nagyterem egy részébe, ami ugye a helyszellemének megfelelően a vulkáni tevékenységeket, illetve a tanúhegyeket mutatná be. Két művész ember is itt van ma velünk. Miért pont ők, és kik ők? Hát Szőlősi Mátét szerintem itt helyben nem nagyon kell bemutatni. Ő egy köztiszteletben álló művész ember, aki iskolaigazgatóként nagyon sokat töltött itt, és nagyon komoly lenyomata van a településen, nagyon szeretik a művész urat, iskolaigazgató urat, hát jó régóta nyugdíjba megy, de Almádiban is komoly művészeti tevékenységet folytat. A hely szellemének megfelelően 25 helyi vagy balatonparti képet ajándékozott a településnek, már egy előző ajándékozás után, most 10 éve körülbelül egy második vonalba, ami a kiállításnak a gerincét, illetve az egészet alkotja. Hát a Szakonyi Sándor szerintem ugyanúgy nem hiszem, hogy a helyileg be kellene mutatni, hát az egész település arculatának az egyik megalkotója, rengeteg tervel, rengeteg adománnyal segíti az önkormányzatot. Nagyon szép kültéri szobrai vannak, de most ugye meg lehet nézni bent a beltérbe is, hogy milyen szépeket tud alkotni bármilyen témában szinte, ami egyébként emeli a művészetét, hogy a helyi nagyra becsült a címerünkben is belévő mamutfenyőből faragott nagyon sok ilyen alkotást. Beköt itt a főtéren, illetve a parkban lévők között is nagyon sok van, amit mamutfenyőből, ami szentnek nevezhető mamutfenyőnkből alkotott meg. Van még ebből a mamutfenyőből? Akad még, igen, vannak még terveink. Külön bedeponáltuk, illetve tároljuk a részeit. Hát a Sanyinak sincs azért a munkája mellett annyi szabad ideje, hogy ránk áldozza az összeset. Úgyhogy vannak még terveink, amiből szeretnénk Petőfi szobrot ide a főtérre, vagy a Petőfi tér, és egyéb más dolgokat is szeretnénk bele még megvalósítani, de nem szoktam ezeket bejelenteni, mert számon kérik sajnos, és azt nem szeretem. A krónika végén nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Teszed! Önkéntesek a Tisztámb Tapolcáért. Új képek a templomban. A régi szószék új élete. Kiállítás megnyitó. Közös tárlat, leköszönő vezető a tapolcai amatőr képzőművészeknél. Ikarusz találkozó. Öreg járművek és rajongóik Tapolcán. Pletykafészek. Három teltház és nagy siker a tamási színjátszóitól. Olimpia. Molnár Ferenc klasszikusa a Fehérház színpadán is hódított a Bacsányi színjátszókkal. Zalahalápi értékek kiállító helye. Minden egy helyen, ami közelmúltbeli életünk része. Kedves nézőink, köszönjük megtisztelő figyelmüket, a krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló és minket is érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!